this? Yeah. Yeah, I did this. Can you stand? The map? Yeah, I found it. I think it says we can get out if we go this way. Hey, we're a team, right? Keep this up. I'll be out of a job. Na, üdv mindenki, sziasztok! El is érkeztünk az utolsó fejezethez, úgyhogy most már nem sok van vissza. Kicsit olvasgatunk, megnézelődünk, jó? Azt mondja, hogy a Las Plagas kiírtásának módja. Két mód van kiírtani a Las Plagas-t, antigén injekcióval és műtéttel. Ha a parazita még nem kelt ki, egy antigén injekcióval a közvetlenül a testbe kezelni lehet, viszont ha már kikelt, akkor nem sokat lehet tenni azon kívül, hogy lelassítjuk a növekedését. Műtéttel a plágát meg lehet ölni egy bizonyos sugárzás frekvenciával, de ez nem veszélytelen. Ha a parazita hozzákapcsolódott az alany idegrendszeréhez, az alany hatalmas fájdalmat fog érezni, és erre nincsen megfelelő érzéstelenítés. A műtéti eltávolítás nagy kockázattal jár, még akkor is, hogyha a parazita még nem fejlődött ki teljesen. Viszont ha teljesen kifejlődött, akkor túl késő, a parazita eltávolításon megöli a gazdatestet, de tekintve, hogy mi fog velük történni, még a halál is megváltás. Hát igen. Alive. Ki van ott középen, látjuk, ugye? Tehát Umbrella Európai Labor, középen meg Louis vigyorog, örülünk Thanks neki. To him. Na szóval. Még egy fájl, azt mondja, hogy Saddler Animus, nem tudom, hogy mi az az Animus, de mindegy, Saddler Animusa. Azt mondja, hogy ne legyetek olyan ostobák, hogy azt hiszitek, hogy a Las Plagas csak egy eszköz arra, hogy erős biofegyvereket gyártsunk. Az igazi értékük az irányítás képességében rejlik. Mindegy, hogy egy alany mennyire agresszív, egyetlen egy injekció bárkit hithű szolgává tud változtatni. Kinek kellene kémek, ha tegnap ellenségeit a ma szövetségesévé tudjátok változtatni? Csak egyetlen belső ember irányítása egy egész szervezet vagy egy egész ország végét jelentheti. A fejlettebb faj tömegtermelése ezt lehetővé tette, Saddlert megerősítettük. Nyilvánvaló, hogy mi az, amit legközelebb tervez. El tudjátok képzelni Saddlert ekkora hatalommal. 6 milliárd hithű követő egyedül a parancsaira várva, nem lesz ellenállás, nem lesz háború, talán az emberi történelemben először a világ békében lesz. De ismerem Saddlert, és tudom, hogy hogy nyomták el az embereket ezen a szigeten generációkon keresztül, és tudom, hogy hogy bánik velük. Így nem lehet élni, és éppen ezért nem fogom ezt hagyni, hogy megtörténjen. Oké, és köszönjük, Lujáz. Not the most uncomfortable place I slept before. Igen, tehát nem a legkényelmesebb hely, ahol ever aludtunk. Mi van itt? Azt mondja, hogy na, a borostyán. Ez a minta, amit csak borostyánnak hívunk, egy raktárban porosodott. Rengeteg tesztalanyunk volt, kísérletezhettünk a múltban, szóval egyszerűen nem vettük észre. Az egyetlen oka, miért visszahoztam a laboromba, mert elég különleges alakja van. Egészen addig egy egyszerű analízis után megváltoztattam a véleményemet. A borostyán nagyon különleges képességekkel bír, bár kicsi és jelenleg alvó állapotban van, ugyanaz a szerv található benne, mint a domináns fajban, amit egyedül Saddlerben láttunk eddig. Ha teljesen kifejlődik, a borostyán riválisa lehet, de akár túl is szárnyalhatja Saddler hatalmát. Sajnálatos módon a borostyán Saddler elkobozta még mielőtt további kísérleteket végezhettem volna, szerintem rám vadászik. Meg kell szereznem a mintát megint, és el kell tűnöm, hogy máshol tudjam folytatni a kísérleteimet. Csak így tudok Saddlernek ellenszegülni. Nyilván nem bízhatok meg senki egyetlen csoportban sem kívülről, de már eljutottam idáig. Remélem, hogy ki tudom magam dumálni ebből a helyzetből, és muszáj lesz a világ érdekében. Hát, igazából, igen. Valaki kipucolt egy Umbrella labort. Na igen, tehát azért Louisunk az nem jó ember, jó? Tehát ő csak azért ment ebbe az egészbe bele, mert muszáj volt. Mi van még itt? Azt mondja, hogy e-mailek. Azt mondja, hogy a megállapodásunkról, Louis-tól. Összegyűjtöttem a kísérleti anyagot, amit kértetek. Találkozzunk a kijelölt helyen és időben. Csak hogy tiszta legyen. Eltüntettek innen, miután elhoztam a cuccot, ugye? Válasz AB-től. Hú, vajon ki lehet az?
csak nem Albert Wesker. Aztán. Szóval, remélem nem feledkeztél meg a borostyáról, anélkül az adatok értéktelenek. Kellemetlen volna, hogyha a széked kárba veszne, úgyhogy ne térjél vissza üres kézzel. Emlékszel még a kódra, ugye? Ismét választó üsztul. Nyugi, nem felejtettem el, és ne aggódj a borostyám miatt, majd valamit kitalálok. Gondolt, hogy tudok hozni egy doboz cigit ide felé? Bármilyen márka megteszi. Tipik Louise, ugye? Tipik Louise. Mink van. Ott az a komputer, az semmi. Úgyhogy akkor megyünk is tovább, jó? Úgyni. Egyelőre itt semmit nem tudunk tenni, azon kívül, hogy fölküldjük szépen kedves barinőnket. Like I said, we're a team. Természetesen mi egy csapat vagyunk, kedves Ashley. Annyira sokat tettél hozzá az egészhez. El nem tudom képzelni nélküled, hogy mit csinálnék itt. Igen, Göte. Na. Azt mondja, kezdesz belejönni a létragugdosásba. Most teszünk egy apró kis kitérőt, amit egyébként nem feltétlenül lenne muszáj ebben a formában megcsinálni, de én szeretem. Ja? Loot. Na, kijöttünk ide megint a semmi közepére, méghozzá azért, hogy látjátok, hogy miért tettem fel a bioszenzort? Egy rohadék van egy fönt. She's not the type to roll. Meg van egy itt lent. Sounds like you know her well. Úgyni. Normálon csak három van, ha jól emlékszem. Hardcore-on meg professionalon pedig még kettő. Hey, wait, Leon! Dehogy várok rád, hagyjál békén. Na, ismét egy, kettő, itt egy kincs, amit ugye itt hagytunk, itt van egy kis olvasnivaló, hú, de nem emlékszem a római számokra, mi ez? 1604 talán, nem vagyok benne biztos. Mélyen a kastély alatt megtaláltam a hitemet, ó, a szent vesztés, nem tudom micsoda, amit a világra hagytak, minden itt kezdődött. Adam Sandler, jó? Tehát szeretem a filmjeit. Na, olvas. Ó, oh, ho-ho-ho-ho. 15. Osmund. Igen, tehát nem ő az első Sandler, aki itt garázdálkodik. Azt mondja, hogy Illuminárdoszok könyve, egyébként megvilágosultakat jelent. Utolsó fejezet. Áldassék a szent rovar. Megígértek nekünk a paradicsomot a földön. Férfi, nő vagy gyermek, a szeretete nem diszkriminál. Vadállat, hal vagy madár, minden élőlényt egyformán áld. Áldassék a szent rovar, mindannyian Istenünk szerint szolgái vagyunk. A bölcsessége bármilyen hegyen át kell, a mindenhatósága bármilyen óceánt átszel, a mennyország fénye mindenre ráragyog, legyen testünk a keltetője. Áldassék a szent rovar, mi vagyunk a nyáj, és a pásztorunk terelget minket. Imáinkat az egész világon fogják énekelni, mindenki hallani fogja őket. Végre a csillagokat is lehozhatjuk az égről. Oké, köszönjük szépen, nagyon ügyesek vagytok. Csodálatos. Gyerünk! Itt is van, ja itt van még kettő, bocsánat. Egyeske és ketteske. Egyeske, egy mínusz, ketteske. Ennyi, jó, megoldottuk. Akkor nem rosszul emlékeztem, bocsánat, itt volt még kettő. Itt pedig már csak Mercsi van. Elvileg, aha, ja. Ott hagytam egy lóvét, most már nem futok vissza, érte, mindegy. Itt van valami, nincs. Akkor... Szia, Mercsi! Kiváló, kiváló. Mindjárt megnézek mindent, amit tudsz nekem adni. Jó, mindjárt megnézünk mindent. Csodálatos. Okés. Hogy itt van valami kincs, amit még nem néztem. Jaja, igen, hoppá. Ezt majdnem itt felejtettem, gyerekek, pedig
A Merchant egy nagyon szar üzletember, tehát konkrétan a boltja előtt volt egy bazi nagy arany rúd, és én meg jól eladom neki. Na most, itt amik vannak, halat azt elfelejtettem neki eladni, és kiváló, föltolunk, ez nem kell, igazából kés már nem fogunk használni, nem kell, igazából semmit nem tudunk föl, viszont, teszünk valamit, miután egy kicsit rendet raktunk. Természetesen megveszik, köszönöm szépen. Igen, tudom, mindent intézzünk el, mielőtt tovább haladunk. Jó. Mielőtt még elszúrnám az egészet, és lenne bármiféle problémám belőle, én mentek egyet. Igen, tudom, Mercsik, köszönöm a tanácsot. Kiváló! Haladjunk, kérem, haladjunk. Jó. Neon, look! Is that... Nézem is, nyugi. Szép, nagyon szép minden. De engem az érdekel most. Szevasz, Ada. Ira. Annyira hatásvadász, de tényleg semmi baj. Jól kiszedjük innen, jó? Itt már elvileg nincsen semmi, úgyhogy csak liftezünk egyet. Stay here. I won't be long. Okay. Ada! Visszatértünk. És megkínáljuk. Szia, Szedle! Rezi 7 óta nagyon szeretik az ilyen csápokat, nem baj. Felejts el! Nem! Nem. Mindegy, igazából mivel lövitek, csak lőjétek, jó? Semmi probléma. Néha másik oldalról is jön. Úgyné.
Valamiért tényleg a Rezi 7 óta annyira szeretik ezeket a rohadt sápokat. Fogalmam sincs, hogy miért. Semmi baj. Hagyjál már békén szedni. Nem. 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 Ideje lenne már. Na végre, köszi Ada. Tipikus. Tipikus, nem baj, legalább tudjuk, hogy ilyenünk is van. Konyec. Nothing personal, Leon. Luis and I had an arrangement. Don't worry, I'll take good care of it. Bride's here. You coming? I think we both know this. This is where we go our separate ways. I see. Why would she just... We gotta move. Island's gonna blow. It's gonna what? Yeah. Na és most jön az utolsó futás, gyerekek. Most jön az utolsó futás. Jó, semmi probléma nincsen. Időnk, mint a tenger. Jók vagyunk. Gyorsan fogjuk magunkat. És jaj, ezt összeszedjük. És mentek egy gyorsat. Meg is vagyunk, ezt csak arra az esetre csináltam, ha esetleg elszúrnám. Jó, simán lehetséges. A végére természetesen tettek egy istenvertek Crash Bandicoot-os részt, hogy... ja persze, nem tudom, hogy merre megyek. Ugrás, azaz, Ashley elkap, átlendít, boldogság, lótifuti. Na most azon az ajtón ki fog jönni egy rohadék, de nem baj, megbeszéljük el a problémáinkat. Valamint, ott van az utolsó, mondom, ott van az utolsó Castellán. Na végre, azt hittem már, hogy el se találom, jól van akkor. Most már igazából semmi problémánk nincsen, velük nem kell foglalkozni, jó? Tehát ők már csak itt szenvednek, mint a kutya. Szeretnétek, akkor elövöldözhetitek őket, hogy jobb legyen a statisztikátok, de igazából Sadler halálával ők már csak itt brékelgetnek magukban. Jó? Ennyi. 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 Na, ez izgi lesz. Remélem nem szúrom el. Alig lehet látni valamit egyébként, roppantú csőlátásom van az egésztől, nem baj. Ki kell kerülni minden ilyen szart és... Oda kell figyelni, hogy hogy mentek át a kapunk, különben szétvág titeket, mint a muszáj volna. Azaz, egy ugrató! Kiváló! Köszönjük szépen! Csodás! Még jók vagyunk, bár nem sokáig meg fogok halni. Semmi gond!
Semmi gond, kezdjük előre, jó? Nem is látom igazából a sziklákat, ahogy zuhannak, úgyhogy ez így nem sokat segít rajtam, de nem baj. Kicsit balra. Oké, és... Semmi gond, semmi gond. Jók vagyunk. Mindjárt leszakadott egy szikla, közvetlenül alatta elmegyünk. Nem probléma, következő alatt is. Jók vagyunk, jók vagyunk. Hú, ez közel volt. Nagyon közel volt. Azaz. Már látom a fényt az alagút végén. A végén még elsőre sikerül, gyerekek, úgy tűnik. És igen. Mission accomplished, right? Mission accomplished. When you're home safe. Thank you for saving me. Don't mention it. You know, I could put in word with my dad. Have you assigned to my detail, if you're interested. You don't need me. You proved you could handle yourself. Even if you could use a lesson in knife safety. Come on. Let's go home. Condor One? Bruce to Condor One, do you read me? Come in. I said come in. Is this thing even on? Leon. Leon, are you and Ashley all right? Where are you? Come on! Na, és vége, főcím van. Túléltük a Resident Evil 4-et, jó? Én örülök neki, hogy vége van, őszintén megmondom, egy darabig most nem szeretik a közelébe se kerülni. Amennyiben igen, akkor hajrá egyébként. Vannak benne élvezetes részek, viszont annyira, baromira föl tud húzni nagyon sokszor, hogy az félelmetes. Nem baj, remélem, hogy tetszett, remélem, hogy tudtam nektek egy-két érdekességet mutatni, remélem, hogy kaptatok pár tippet ahhoz, hogy könnyebbé tegye az életeteket, hogyha Resident Evil 4-eztek, és továbbra is, hogyha tetszett, akkor dobjatok egy lájkot. Ha szeretnétek a következő videókról is értesítést kapni, akkor iratkozzatok fel, meg ott van a kis csengő, azt is toljátok be, jó? Illetve kommentáljatok ezerre, jó? Tehát én mindig szeretem a véleményeket hallgatni, szeretek veletek nagyon sok mindenről beszélni, úgyhogy toljátok neki ezerre, oké? Köszönöm szépen, hogy velem voltatok, a következő alkalommal is gyertek. Szép estét és sziasztok!
Patch me through. I've obtained the amber. Excellent. Just one question. What are you planning to do with this? I do not pay you to ask questions. All you need to know is a new dawn is breaking. 100 will give their lives so that just one may live. I am expediting that change. So, we're talking millions of casualties. Billions. How ambitious. We're changing course now.